Az újraélesztés menetét mutatják be éppen a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Házban szervezett egészségnapon. Az egészségügyi alapellátási igazgatóság cukorbetegségről, elhízásról, szív- és érrendszeri megbetegedésekről szóló előadásokkal tájékoztatta a résztvevőket. Az ideérkezők ingyenes szűréseken is részt vehettek. Nem kell időpontot kérni, nem kell a kórházzal egyeztetni, mert néha az is olyan macerás, vagy előfordul az is, hogy fehérköpeny szindróma például, hogy orvosi rendelőbe méri a vérnyomást a beteg, és mindig magas, és igazából nem is magas vérnyomásos. Itt egy picit nyugodtabb, barátságosabb körülmények között van ezeknek a méréseknek az elvégzésére. Az egészségnapon vérnyomást, koleszterin és vércukorszintet, testzsírmérést és oxigénszint ellenőrzést is végeznek. Szakemberek szerint évente legalább egyszer mindenkinek érdemes átfogóbb szűrésen részt vennie. Kíváncsi vagyok, hogy milyenek az értékek, meg az egészségem miatt. Általában minden évben részt veszek egy ilyen szűrésprogramon. Ilyen egészségnapot szombaton is tartanak majd a Vasutas Művelődési Házban. Az érdeklődők nem csak hasznos előadásokat hallhatnak, hanem az ingyenes szűréseken is részt vehetnek.